Kis Tamás neve az elmúlt fél évtizedben összefort az Ibrányi csapattal, játékosként, játékos edzőként és edzőként is szolgálta a klubot. Nyáron aztán elérkezett a váltás ideje, a fiatal szakember igent mondott a Máté Szalka invitálására. Egy hosszabb folyamat volt ez, ugye Bákonyi György már korábban megkeresett szakmai igazgató, és egy hosszabb folyamat volt ez, hogy Máté Szalkára kerültem. Természetesen a céljaink az voltak Gyurival, hogy egy nagyon ütőképes csapatot tudjunk minél gyorsabban összerakni, ami úgy gondolom itt a fél szezon végére sikeresnek mondható. A legfontosabb célunk talán azt mondom nyáron az volt megfogalmazva, hogy az élbolyba szeretnénk tartozni, az élcsapatok közé, akár nem titok nyilván itt a dobogó közelében, vagy akár dobogón szereplést szerettünk volna elérni, illetve az nagyon-nagyon fontos számomra, hogy mindig egy olyan csapatot próbálok összerakni, hogy az első és egyik legfontosabb az, hogy a csapategység, a csapatszellem, hogy emberileg olyan játékosokat akarok az öltözőben látni, akik tényleg mindent megtesznek az adott mérkőzésen, illetve a legfontosabb, hogy a sport egyesületén. Ha az eredményeket nézzük, nem lehet panasza az edzőnek, emellett a Magyar Kupában egy élvonalbeli csapatot láthatott a Máté Szalkai közönség. Úgy érzem, hogy egy nagyon szép félszezon van mögöttünk, hiszen volt egy nagyon-nagyon szép kupaszereplésünk is, ahol azért egy NB1-es Újpestet tudtunk fogadni, ami az elmúlt időszakban itt azért Máté Szalkán ugye nem volt jellemző se a szép kupaszereplés, se az, hogy egy NB1-es csapatot fogadjunk tétmérkőzésen. Több mint 2000 néző látogatott ki a mérkőzésre, úgy gondolom ez egy nagyon-nagyon szép emlék volt mind a városnak, mind a sportegyesületnek, és a bajnokságban egy kicsit az nyilván felemás sikeredett, főleg a félszezonnak az első fele, hiszen ott ugye azért becsúsztak, és ugye itt idegenbeli mérkőzések, gondolok, becsúsztak vereségek is, de ezt egy picit azért betudom a kupa szereplésünknek is, azért folyamatosan, főleg a bajnokság elén három fronton álltunk, ugye a megyei kupa, a magyar kupa és a bajnokságban, és de úgy gondolom majdnem mind a hárman nagyon szépen helytáltunk. Bajnokságban itt a végére nagyon-nagyon összeállt a csapat, igazi csapat voltunk. A bajnokságban az utolsó 9 meccséből 8-at megnyert a Máté Szalka. A szakember egy veszes találkozót is megemlített az ősz emlékezetes momentumai között. Igazából két mérkőzést tudnék kiemelni, az egyik a Nyír Bátor, ahol 3-0-ra nyertünk idegenbe, ott főleg az első féldőben nagyon szenzációsan futballoztunk, a másik féldőben igazán annyit játszottunk, amennyit már a mérkőzés megkövetelt. A másik az kicsit lehet, hogy fura lesz, egy idegenbeli vereségünk Mándokon, ahol nagyon jól játszottunk, úgy érzem, és most is talán az egyik legnagyobb szívfájdalmam ez a mérkőzés, ahol rengeteg helyzetet, zicsert alakítottunk ki, és azért ezt többször hangsúlyoztam a csapatnak, hogy itt a bajnokság második felébe, hogy mégis szépen futballoztunk, és mégse értünk el vele eredményt, hogy nagyon sokszor lehet, hogy főleg mai világban ugye itt a kicsit az eredménykényszer miatt is, hogy egy picit a célfutball kell játszani, de minden esetre ezt a mándoki meccset is ki tudnám amiatt emelni, hogy nagyon jól futballoztunk még a vereség ellenére is, de viszont ez egy nagyon-nagyon jó tanuló pénz volt, hogy az csak egy dolog, hogy jól futballozunk, hogy mellé kell tenni még inkább az akarati tényezőket, a koncentrációt, ami volt, főleg idegenben egy-két mérkőzésen, hogy ha csak egy picivel koncentráltabbak vagyunk, akkor biztos vagyok benne, hogy még több pontot is tudtunk volna szerezni. A Máté Szalka január 10-én kezdi a 6-7-es felkészülést, amely alatt 5 edzőmeccset játszik majd a csapat. A keretben nem várható jelentős változás, esetleg egy támadó csatlakozhat az MMTK-hoz. A Máté Szalka rögtön egy rangadóval indítja a tavaszt, a nyitófordulóban a második helyezett Kálus Eminyt fogadja Kis Tamás együttese.